Zsigmondot itt köszönhetjük ezen a kiállításon. Én készültem Balogh Zsigmondból, mert annyi mindent tudok róla, és olyan régen ismerem, hogy ha én szabadon beszélek, akkor önök már nem mennek haza. És még mindig nem mondanám el felét se annak, amit illene Zsiga bátyámról elmondani. Nagyjából 1970-es évek közepe óta vagyok vele kapcsolatban, és kísérem figyelemmel a munkáit, vagy valamivel talán elő. Ez az időszak, amikor, mint a vonaton mondtam Balogh Zsiga bácsinak, hogy hát még a csapból is Balogh Zsigmond folyt, és nem csak Békés megyébe, hanem a Képes Újságba, a Nőklapjába, a Magyar Ifjúságba, és mindenféle olyan lapba, ahol egy kicsit is közelítettek, vagy jó szívvel vették, vagy jó néven vették azt, hogy a népművészet, mint olyan, nem hal ki. Ünnepre jöttünk össze, mint említettem, hisz Balogh Zsigmond visszatekint egy kicsit ezzel a kiállítással a pályájára. Azt is hozzá kell tennem rögtön, hogy nagyon szerényen tud visszatekinteni, hisz munkáinak közel 100%-a nem lehet itt ezen a kiállításon. Ez az a töredék, amit az ember igyekszik megőrizni a munkásságából, időről időre maga körébe tudni, amitől semmi szín alatt nem szeretne megszabadulni. Magyarul nem szívesen válna meg tőle. A kiállítás egy része pedig olyan, amit kifejezetten kora ellenére az utóbbi hónapokban alkotott, teljesen új alkotásokat, a mögöttem lévő szobrok azok mind ilyenek, illetve a táncoló pár és egy ilyen szobor együttes, amit kifejezetten a kiállítás kedvéért készített, hihetetlen alkotó energiával dolgozott, többször meglátogattam az előkészületi időszakba is, és mindig valami újat mutatott. Balogh Zsigmond 1934-ben született Túrkevén, nagyon szegény, sorsú cigány család gyerekeként. Az életben nem nagyon adatott meg neki az, hogy sima úton járjon, így aztán fiatal éveiben összesen 3 iskolát tudott elvégezni, majd szüleivel 13 éves korában 1947-ben Kondorosra került, és azóta is Kondoroson él, és szívvel, lélekkel Kondorosinak is vallja magát a mai napig. Élete folyamán rengeteg dologgal foglalkozott, szegény volt a család, meg kellett élni, minden munkát el kellett vállalni, és hát ő bizony nagyon fiatalon kóstolt el a munka világába, de soha nem elégítette ki az, amit fiatal éveiben végzett. Már gyermekként is nagyon szeretett rajzolni, és mindig vonzódott a művészetek iránt. Üzte hajtott ez a dolog, és már otthon elkezdett barkácsolni, különböző dolgokat készíteni, majd amikor úgy érezte, hogy most már tényleg váltani kell, akkor 1970-ben meglátogatta a szomszédos településen Csaba Csűdön élő Varga László, itt a Népi Ivar Művészet világában a 2. számmal jelölik Laci bácsét, mert 2 is volt belőlük, aki népművészet mestere volt. Szóval Varga Laci bácsét meglátogatta, megmutatta munkáit, aki rögtön felismerte, hogy egy nagyon tehetséges fiatalemberrel van dolga, akit nem szabadna hagyni elkalódni, ezért egy kicsit egyengedte is a pályáját, többek között azzal, hogy elirányította a Szabasi Háziipari Szövetkezethez. Kedves hölgyeim és uraim, 72 évvel ezelőtt, amikor elindultam a Túrkevény cigánytelepről, akkor nem tudtam, hogy Kondorosokon megtalálnak azt a bátor lány, aki volt bátorsága az én feleségemre. Barni nem csak egyszerű feleség volt, hanem segítőtársa. Barninak köszönhetem, hogy most így. Hadd mondjak el egy nagyon érthető példát. 1970 tavaszán volt Kondorosok az első önálló kiállításon, ott szólítottak először művész, nem tartak rá igényt. Mikor vége volt az előadás, a kiállításnak, 3 embert megvendégeltünk a csárdába, jött a pincér, és azt mondta, hogy 19 forint, nekünk 20 forintjuk, odaadtam mindig. Mentünk haza nagy szomorúan,
és a feleségem Panni megfogta a kezemet, és azt mondta, hogy biztatója, hogy művész úr, lesz nekünk ettől még jobb is, igaza volt. Először neki köszönöm meg, Panni, köszönöm. Köszönöm mindenkinek, aki hazavitte a munkámat, és az otthonát díszítette vele. Köszönöm mindenkinek.